Zonda két hete megépítette a világ leghosszabb limóját. Itt az ideje visszavágni neki. Ebben a videóban megépítjük a világ legmagasabb buszát. Sziasztok, én Baluka vagyok, és bizony, mint ugyan a címből is láthattátok, elérkeztünk ez az újabb Scrappanikus videóhoz, ahol, mint ugyan már mondtam, a világ legmagasabb buszát fogjuk megépíteni, amihez pedig vagy a megapoliszos buszomat fogom használni, szép volt. Vagy pedig azt az iskola buszt, amit az 1 perc vs 10 perc vs 1 órás videóban építettem. Szavazzátok meg a kártyáknál, hogy ti melyikből építenétek meg a világ legmagasabb buszát, viszont nekem most muszáj döntenem, úgyhogy szerintem én a megapoliszos busz fogom választani. De azért téged is szeretlek, iskolabusz. Na de nézzük a tervet, ami szerint meg fogjuk építeni ezt a buszt, mert hogy gondolná az ember, hogy tök könnyű, minden csak ráhegesztjük a buszokat, és csá, de nem. Mert ahhoz bizony, hogy ez előre tudjon menni, meg kanyarodhasson, meg persze hátra is tudjon menni, ahhoz viszont rengeteg thrusterre lesz szükségünk, és ha már ugye thruster, akkor nem elég azokat csak úgy oda lerakni mögé, meg mellé, meg bele, hanem azért ezek egy kicsikét foglalkozni kell. Úgyhogy mindenek előtt arra gondoltam, hogy itt az alját ugye a busznak, azt meghagyjuk, az így fog kinézni, viszont lecsappintjuk innen a kerekeket, meg innen is. Ezek a kis gagyi felfüggesztések nem sok vizet fognak zavarni, viszont teljes mértékben megcsináljuk azt, hogy a busznak itt az oldalát lezárjuk, ugyanezt megcsináljuk itt is, természetesen a másik oldalon is, na megosztat itt is. Hú, de nyikorgott kint valami kocsinak a kereke. Na és akkor amint ezzel megvagyunk, leszedjük innen ezt a fellépő valamit, meg innen is. Innen is, innen is. Hozom a formámat, igaz, még csak 8 óra van, de még mire megvágom, lesz az éjfél is. Megkopaszítjuk a hátsó felét, illetve lezárjuk a pilótafülkét, az elejét is megkopasztjuk. Ugyanakkor ajtókra se lesz szükség, nem fog kelleni nekünk pilótafülke, végül is egy bőven elég, hogy ettől is megválunk. Nem kell motor se, meg se kapcsolók, mondjuk az a kapcsoló lehet, hogy kellett volna. Megválunk a többi ajtótól is. Cső! Ami hamarabbi viszontlátásra, ezeket itt lezárjuk, itt is, üveggel is, így. És akkor gyakorlatilag kaptunk egy ilyen bálnát, fókát. A fókának a tetejére vágunk egy liket, persze nem a fókának, hanem a busznak. És akkor eljött az ideje annak, hogy ezt most itt szépen elmentsük, legyen mondjuk, ha már jó fóka, 0228. Most teremtsük le a normális buszt, amúgy az alja lesz ennek az egész alkotásnak, és akkor most jön a tuti. Erre az alapra rá fogjuk hegeszteni a fókát, és akkor annak érdekében, hogy ne kelljen így fölfele mászkálnunk végig, arra gondoltam, hogy szépen elmegyünk a pályának a végébe. Mindegy él a mandarin. Egy kis dombon lesz csülök. Csücs! Gyere, fog meg rázd meg, gyere. Ott vagyunk már? Egyébként a busszal kerekeken is öltünk volna, mindegy, most mehetünk a fókáért. Viszont ha már van, akkor bizony miért nem mehetnénk vonattal. Hogy is működik ez? Egyes az ajtókat zárjuk, kettessel a világítás, hármassal nem tudom mi. Ja, az is világítás, a négyessel felengedjük ezt, és az ötössel, hatossal dudálunk. Hoppá! Köszönöm szépen, jó szolgálatot teljesítettél. Közlekedésre egyébként mindig Zondának az alkotásait szoktam használni. Jó, stabilak, gyorsak, megbízhatóak, kényelmesek, mint a máv. Egyébként srácok, ha már ugye a megapoliszos buszról beszélünk, és ugye az adja az egésznek az alját, nagyon sokan kérdeznek, hogy a városépítéssel mi lett, meg hogy lett, mert hogy volt belőle egy rész, megépítettük ezt a buszt, aztán ott megszűnt, és ennyi volt. Nem megszűnt, csak szünetel. Jelenleg nagyon-nagyon kevés időm van, és ugye ezt a vidámparkos projektet is elkezdtem, építettem is egyébként videón kívül, ugye Twitch Live-ba főleg építettem bele, hát játékokat. És arra gondoltam, hogy amint meg lesz a következő 2 vagy 3 ilyen vidámparki játék, abból lesz majd egy videó, addig én pedig videón kívül vagy Twitch élőadásban majd építgetek. Aztán pedig ugye videóba bemutatom. És ugyanez lesz a Megapolisszal, viszont csak nyáron. Valószínűleg úgy lesz, hogy az unalmasabb részeket, mint mondjuk utak építése, vagy ugyanolyan házaknak a megépítése, ez valószínűleg Twitch-en fogom megcsinálni élőadásban. Aztán pedig az elkészült projektet megmutatom videóba, megépítek egy járművet, aztán megint Twitch, aztán megint videó, és így fogunk így haladgatni. Viszont egyelőre a Megapolis szünetel, mert ugye, mint mondtam, suli van, meg ugye előrehozott érettségizek, meg stb. Ellenben nyáron, amint lesz időm, tudjuk tolni a Megapoliszt. Ja, meg ide, ti is tudtok majd nekem küldeni építményeket. És küldtetek is, csak még ugye nem beszéltük meg, hogy pontosan hogy, de erre majd fogunk sort keríteni. Na szóval, ha ide elérkeztünk a pályának a szélére, akkor leteszünk egy liftet, kihúzunk belőle egy kicsi kis platformot, és ezt a csodát, ezt a gyönyörűséges megapoliszos buszt megfogjuk, és úgy rácumantjuk erre a lapra, nem cumantjuk rá. Szóval a megapoliszos buszt középen megfogjuk, és így cumantjuk, így se cumantjuk rá. Hogy cumantjuk? Sehogy nem cumantjuk rá. Oldalra fordítjuk, szevasz. Na, így, jó, szuper, fantasztikus. Elrontottam? Nem az alját kell ráhegeszteni, hanem ugye az oldalát. Ezt akkor most állítsuk menet irányba. Ugye liftem van, így nem valószínű, hogy fog laggolni. Nem is maga az építési mód lesz laggos, hanem amikor ugye saját lábakra, kerekekre állítjuk és fölfelé fog állni. Hát akkor kicsit tartok attól, hogy laggos lesz, de reméljük a legjobbakat. Tegyünk ide neki lábat, hogy ne nagyon dőljön el. Kivesszük a liftet, megemeljük a fókát, kicsit így.
meg így. És akkor most kellene megfogni itt a sarkát, és ide, fölülre ráhegeszteni. Nem oda, hanem ide, elvileg. Igen. Szuper! És akkor, hogyha most megnézzük, akkor így néz ki az emeletes buszunk. Budapesten közlekednének ilyenek, lenne is hely, le tudnál ülni állandóan. Na várjál, jó lesz ez a dizájn, nem? Itt le kéne az elejét festeni feketére. Igen. Na, szerintem egyébként fullos. És akkor kb. Ezt képzeljétek el magosba. Akkor viszont dolgozunk tovább. Gyorsan fessük le a fókának az elejét. Kereszteljük el úgy, mint fóka 002-02-28, és megszólalt a telefon a háttérbe. És akkor hegesszük rá. Alakul. Na igen, innentől valószínűleg kicsit monotonabbá válik a program, mert hát ugye gyakorlatilag... Na várjál. Mi lenne akkor, hogyha sok-sok fókát egymásra raknánk, és azokat hegesztenénk rá a buszra? Na jó van, viszont ez esetben sok fókára lesz szükségünk. Nem, így biztos, hogy nem. Itt fogjuk meg, és... ide hegesztjük. Igen. Jól fog ez kinézni. Na most akkor itt van egymáson három, úgyhogy ezt szerintem mentsük el úgy mondjuk, hogy picivel nagyobb fóka. Most már nem is fóka, most már mint egy ilyen háztömb. Ezt akkor itt hegesszük oldalra. Aztat a picivel nagyobb fókát pedig hegesszük rá. Patika. Na nézzük, tudunk vele egyáltalán haladni? Hát szépen lassan, de haladunk. Kerekek azok kicsit offon vannak, de haladunk. Tehát fel se látok a tetejére. Úgy néz ki, mint valami szálloda. De hova szálloda? Na most megint csináltam egy 6 emeletes szörnyeteget, úgyhogy ezt mentsük el úgy, hogy nagy fóka. Tegyünk belőle még egyet. Elég lesz vajon ez az emelvény? Nem elég. Semmi gond, megemeljük. Hová? Na, így már elég lesz. És akkor most fogjuk meg itt ezt a kis kolbászfejűt, vágtassunk fel a lépcsőn, kicsit megemeljük magunkat lifttel, és ide lehegeztjük, és így most lett elvileg egy 12 emeletes böszme vadállat fókánk. És akkor ezt a böszme vadállatot mondjuk mentsük el úgy, hogy ultra nagy fóka. Na jó van, ilyenekből fogjuk megcsinálni. Kicsit kezdődik azért ez a laggolási téma. Hát gyakorlatilag átszúrodott a rúdon. Na de se baj, mert hát amíg én itt vagyok, addig nem kell aggódni. A jobb első sarkát fogtuk meg. Akkor elvileg, hogyha ide hegesztjük, akkor jónak kell lennie. Jó lesz ez így vajon? Legyen jó! Szívszaggató az az egy blokk. Soha rosszabbat. Gyakorlatilag úgy rendesen megöltem a Scrapmanikot. A Steamet is. Igaz, a következő fél egy percben nem várható facecam, ellenben lesz egy csomó lag, öröm és boldogság. Hínye! 24 emelet. Giga mega fóka 001. Éjj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 
Azt a paszta cipőpaszta! Hát mit te mondja a gyerekek, ez rohadt magas. Le sem merem tenni a liftre, komolyan le sem merem tenni. Jó, szerintem érjünk be elsőre így ennyivel. Azt a mocskos mindenit. Wow. Elképesztően királyul néz ki ez az óriás busz, viszont az az egyetlen egy gond vele, hogy nagyon-nagyon-nagyon laggol. Úgyhogy minden esetre megpróbálom most én bele sűríteni a thrustereket, viszont nagyon félek, mert elképesztően fog laggolni. Mielőtt jobban belemennék, szerintem csak ide az oldalára fogom először is ráereszteni a thrustereket, egyáltalán megnézni, hogy hogyan reagál. Először 31-be bugoltatott thrustert fogok használni, úgyhogy szerintem kössük is be. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy egyáltalán meg fog-e mozdulni, minden esetre ugye ez most felborítaná a boost, kíváncsi leszek. Nézzük. 4-es gomb, thruster működésbe lép, nem történik semmi. Nem elég 30 thruster? Jó, toljunk rá még egy kicsit. Ha minden igaz, akkor összesen most 90 thruster van bekötve a busznak a jobb oldalába, úgyhogy nézzük meg, mert hogyha ez sem borítja föl, akkor még többet kéne tenni, illetve ugye majd a túloldalra is ugyanannyit kell tenni, hogy ugye ne dőljön ki egyik irányba se, úgyhogy kíváncsi vagyok most, hogy mi van. 4-es gomb, gyakorlatilag mintha semmi se történt volna. Tegyünk még bele. Ha minden igaz, akkor most 180 thruster van a busznak a jobb oldalán, és hát ez meg sem moccan. Az a bal első ott nagyon-nagyon off-on van. Na itt van ez a 6x30 darab thruster, az összesen 180, gyorsan felcsapintom a busznak a bal oldalára, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy így fel fog emelkedni bármennyit is. Olyan lag van, hogy már a ragasztás, hegesztés sem működik. Ne szedd ki, de ne szedd ki! Hát mit csinálsz? Nagyon sok thruster, rengeteg kürelem, viszont van nekünk egy 4-es és egy 5-ös gombunk, úgyhogy nyomjuk meg azt a 4-es 5-öst. Hát ez bizony nem nagyon akaródzik. Rengeteg thrusterre lenne még szükségünk, viszont egyszerűen nem tudok bár többet, tehát hogy már itt csinálom már lassan 2 órája ezt a buszt, és
és megpusztulok annyira lagban. Ugye srácok, ha egyszer nagyon-nagyon sok időm lesz, akkor mindenképpen meg fogom csinálni, most viszont jöhet a kiköszönés. Na szóval srácok, elérkeztünk a videónk végéhez, hát ez az a busz, amit sikerült építeni. Nem tudom, hogy hány emelet magas. Kb. Hogyha jól számolom, akkor olyan 48 lehet, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, biztosan több mint 48, mert valahol itt volt 48. Kemény 2 óra alatt el sikerült építeni, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek, illetve szerintem benevezek a világrekordokba. Ja, elég extra lett, hát még hogyha még mozogni is tudna. Egyszer komolyan mondom, hogyha nagyon-nagyon sok időm lesz és roppantul fogok unatkozni, akkor feltraszterezem úgy, mint a vadállat, aztán itt fogok vele körbe-körbe repkedni. Na jó, nem? De talán előre tud majd menni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így volt és szeretnéd, de még további scrapmonikus tartalmakat látni a csatornán, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, illetve a kommentbe dobjátok le a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről a csodáról, illetve ha gondoljátok, akkor adjatok ötleteket, hogy milyen következő scrapmonikus videó legyen. Webshop link és Instagram van a leírásban, kérlek kövessetek be, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!